Micsoda esztendő, mondhatnánk nyugodtan, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy elnökváltása az Egyesült Államokban, amely nagyon sok minden változással jár, aztán megvalósult az elválás az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, és elkezdődött, ha nem is mindenütt hatalmas tempóban, de valamennyire a vakcinák, az oltások beadása világszerte, és mindennek rengeteg összefüggése van, pénzügyi, gazdasági összefüggése. Ezek értelmezéséhez kértünk egy nagyon elhivatott és nagyon hiteles gazdasági szakembert, pénzügyi szakembert, egyetemi tanárt, Surányi Györgyöt. Voltak éppen, ha az operencián túlkezdjük a dolgot, ugye ez a legutóbbi fejlemény, Joe Biden beiktatása és az ezzel kapcsolatos változások, az ön számára mit jelentenek, hol érzékeli a fő változásokat? Mindenekelőtt köszönöm a meghívást, megtisztelő. Valóban igaz, hogy az elmúlt év minden szempontból kivételes volt, és nem úgy fog bevonulni a gazdaság történetbe, vagy akár a politika történetbe, mint a legkellemesebb emlékeket keltő esztendő. Ugyanakkor az év vége felé az előbb említett három tény, a vakcina az oltások megkezdése, mindenek előtt Donald Trump bukása és Joe Biden beiktatása az elmúlt két napban, és Nagy-Britannia elválása, azt hiszem, hogy összességében a jövőre nézve kedvezőbbé formálja a kilátásokat. Nagyon jelentősnek gondolom azt, hogy az Egyesült Államok szörnyű évet követően remélhetőleg visszatér azokhoz a normákhoz, azokhoz a sztenderdekhez, amelyeket a világ megszokott, és amelyeket a világ el is vár az Egyesült Államoktól, mint a szabad világ, a liberális szabadság vezető hatalmától. Azt hiszem, hogy nem egyszerűen, egyetértve nagyon sok elemzővel, nem egyszerűen egy szimpla eltévejedésről volt szó az Egyesült Államokban, noha Donald Trump személye ezt az eltévejedést még fel is erősítette, többszörösen erősebbé tette, hanem valószínűleg olyan mély változások mentek végbe az elmúlt évtizedekben az amerikai társadalomban, gazdaságban, ami elvezethetett oda, hogy Donald Trump 4 évig elnök lehetett, és ahhoz is, hogy 4 évet követően legalábbis számomra meglepően magas szavazatarányt sikerült elérnie. Annak ellenére is, hogy Joe Biden szerencsére kb. 10%-kal magasabb szavazatot kapott, 82 milliót, Trump pedig 74-et. Na most nyilvánvaló a 74 millió szavazó az egyáltalán nem tekinthető szélsőségesnek. A 74 millió szavazóból biztos van egy pár millió, pár 10 millió, akit ilyen bélyeggel lehet illetni. De ennek ellenére is fontos jelzés, hogy Trump ennyi szavazatot kaphatott. Melyek lehetnek az okok? A legfontosabb okok között meg kell említeni azt a jövedelem differenciálódást, ami az elmúlt 30 évben az Egyesült Államokban bekövetkezett, és aminek következtében a középosztály, különösen a fehér középosztály, ha tetszik régi klasszikus kifejezéssel, a munkások, a szakmunkások világa lényegében nem tudta javítani a jövedelmi helyzetét, a reálkeresetei jó esetben stagnáltak, ami azt jelenti, hogy a jövedelem elosztási skálán a középosztály fokozatosan csúszik lefelé. Ezt a helyzetet persze nagyban erősítette a Bush kormányzat és a Trump kormányzat adóintézkedései is, amelyek egyoldalúan a magas jövedelműek javára csoportosított át jövedelmeket, tehát ott ment végbe egy nagyon nagy adócsökkentés. De ugyanígy probléma ebben,
hogy a globalizáció, aminek rengeteg nagyon kedvező hatása van a világ egészére, és így az amerikai társadalomra is, speciál azt a szegmensét az amerikai társadalomnak, amelyik szembe találja magát a globalizáción keresztül a világgazdasági versennyel, és ami kiszorítja, illetve leszorítja a béreket az Egyesült Államokban, ez könnyű prédájává teszi ezeket a milliókat annak a demagógiának, ami a globalizációt jelöli meg minden bajok okozójának. Komoly problémát jelent az is, hogy az Egyesült Államokban a történelmi, tradicionális gyökerei vannak bizonyos szélsőséges mozgalmaknak. Ez az Egyesült Államokban speciál nem annyira a szélső bal, bár az is van, és láttuk az elmúlt évnyarán, hogy az sem veszélytelen, de a szélső jobb oldalon vannak olyan tömegek, akik a fehér felsőbbrendűséget, a rasszizmust helyezik előtérbe, és Trump ezeket is kiszolgálta. Ugyanígy ebben a társadalmi gazdasági folyamatban nagyon könnyű volt és nagyon olcsó volt a bevándorlókra, a migránsokra irányítani az ellenszenvet, a gyűlöletet, és őket hibáztatni minden bajok okaként. Ez természetesen nem igaz, az Egyesült Államok épp úgy, mint Nagy-Britannia vagy Nyugat-Európa számos országa nem tudna meglenni a bevándorlók nélkül. Rendkívül pozitív gazdasági hozzájárulása van ezeknek a bevándorlóknak az adott országok teljesítményéhez, de ennek ellenére az, aki úgy érzi, vagy azt magyarázzák neki, hogy azért veszítette a munkáját, vagy azért nem nőhet a bére, mert a bevándorlók leszorítják, az természetesen elég könnyű céltáblájává válik az ilyenfajta érvelésnek. Tehát összességében azt remélem, hogy a Trump-Biden váltással az Egyesült Államok visszatér arra az útra, amiben a világ, amelyben betölti, pozitív értelemben betölti a szabad világ vezető szerepét, újjáépíti Nyugat-Európával, Európával benne velünk is a kapcsolatrendszerét, a szövetségi rendszert megerősíti, föl tud lépni a világban, legalább morálisan, azok ellen, a diktatúrák ellen, ahol emberek milliói, tízmilliói, százmilliói jogfosztottak, adott esetben bebörtönzöttek, és nagyon szörnyű körülmények között kénytelenek élni. Fontos, hogy Biden elkötelezett a NATO szerepének további erősítése mellett. Itt nem csak arról van szó, amiben persze Trumpnak igaza volt, hogy meg kell emelni 2%-ra legalább mindenhol a védelmi költségvetést. Ennél még ez is nagyon fontos, de ez csak a szükséges feltétele egy hatékony erőteljes NATO-nak. Az elégséges feltétele az, hogy a szövetségi rendszeren belül az értékközösség, a szabad világ iránti értékelkötelezettség kerüljön ismét előtérbe. Ez azt gondolom, hogy Biden esetében meg lesz. Nyilvánvalóan konfrontatív lesz a világ Kína és az Egyesült Államok között, a szuperhatalmi szerep elhódítása a tét, amiről azt remélem, hogy mind az Atlanti-óceán túlpartján, mind ezen a parton, tehát Európában a szabad világ vezetői tudatára ébrednek annak, hogy Kínával csak akkor lehet fölvenni a versenyt közép-hosszú távon, hogyha az Észak-Atlanti koalíció és szövetség egyre erősebbé válik. Külön sem az Egyesült Államok, külön sem az Európai Unió nem képes Kínával versenyt futni, illetve képes csak lemarad a versenyfutásban. Az egyedüli esély az, hogy ha ez a két nagy tömeg, kiegészítve természetesen Kanadával, Ausztráliával, Japánnal, esetleg Indiával, Oroszországgal is egyébként, ha össze tud fogni, akkor képes ellensúlyt teremteni közép-hosszú távon is a kínai hegemóniának. Az ön egyik korábbi kollégája abban az értelemben, ugye, hogy ön is jegybankelnökként is működött sikeresen, az Egyesült Államokban a jegybank szerepét betöltő Fed vezetője volt jó ideig Janet Yellen, aki most pénzügy
pénzügyminiszter lesz, és a kongresszusi meghallgatásán már is jelezte, hogy aránylag egyszerűen fogalmazott, azt mondja, hogy a mi küldetésünk, hogy helyreállítsuk a gazdasági prosperitást és a pénzügyi stabilitást. Hozzátette, hogy ehhez az infrastruktúra újjáépítése, aztán a megfelelő munkahelyek kreálása és a társadalmi egyenlőség javítása, valamint a klímaválság, a klímakrízis elleni küzdelem szükségeltetik. Ezek a pillérek, ezek mit jelentenek a gazdaságban vajon, mi várható? Hiszen ránk is nagy hatással lesz, ha ebbe az irányba megy az USA. Mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, még az előzőt kiegészítve, hogy rendkívül fontosnak tartom azt, hogy Joe Biden első munkanapján visszaléptette az Egyesült Államokat a párizsi klímaegyezménybe. Nagyon fontos, hogy visszaléptette az Egyesült Államokat a nemzetközi, a WHO-ba, a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetbe. Tehát ez azt mutatja, és még egyéb döntések is azt mutatják, hogy az új vezetés komolyan veszi a klímavédelmet, komolyan veszi azt, hogy a jelen generációinak alapvető felelőssége van a jövő generáció iránt, és ezért megfelelő döntéseket kell hozni. Az a tény, hogy Janet Yellent választotta pénzügyminiszterének ezt az üzleti világ, és azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen még a kétpárti kongresszus törvényhozás is egyértelműen kedvezően fogadta. Olyan szeméről van szó, aki kivívott egy megkérdőjelezhetetlen tekintélyt a Federal Reserve, az amerikai központi bank elnökeként, ahol több évig a központi bank döntéshozó tanácsában, majd 4 éven keresztül elnökeként, a Federal Reserve elnökeként volt meghatározó szerepe és rendkívül pozitív szerepe. Olyan szakemberről van szó, aki az akadémiai világban és a gyakorlati gazdaságpolitikában egyaránt rendkívül komoly tapasztalatokat szerzett, kiegyensúlyozott, nyugodt tekintélye van jobb és bal oldalon, liberálisok és konzervatívok között. Rendkívül fontos az, hogy az Egyesült Államok az elkövetkező 1-2-3 évben hogyan tud megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyeket a pandémia, illetve már a pandémiát megelőző időszak is jelentett. Itt arra szeretnék utalni, hogy a pandémia kitörése előtt is már indokolatlanul nagyon nagy volt az amerikai költségvetés hiánya. Békeidőben jó konjunktúrában példátlan, hogy 5%-os legyen az államháztartási hiány az Egyesült Államokban. Ez egyébként a teljesen szerencsétlen és célt tévesztett Trumpi adócsökkentésnek volt a következménye, amivel mindent egy lapra feltéve próbálta élénkíteni a gazdaságot annak érdekében, hogy megnyerje a 2020-as választásokat. Erre jött a pandémia, ami korábban soha nem látott mértékű költségvetési hiányt hozott létre. A hiány megugrása egy ilyen helyzetben teljesen természetes. Az a feladata a gazdaságpolitikának, hogy amikor a természetes piaci erők nem tudnak működni, akkor a költségvetésen és a monetáris politikán a jegybankon keresztül próbálják meg ellensúlyozni, mérsékelni a gazdaság visszaesését. Ennek a mérséklésnek nagyon fontos eszköze volt az Egyesült Államokban, és lesz az elkövetkező 1-2 évben is, hogy azoknak a zsebébe próbálnak jövedelmet tenni, akik a leginkább sújtottak ettől a válságtól, tehát akik elveszítik a munkájukat. Szemben Európával az én véleményem szerint nagyon helyesen nem a meglévő munkahelyek megőrzésére helyezik a hangsúlyt, mert ha ezt teszik, akkor ez a gazdaság természetes szelekciójának, természetes átstruktúrálásának éppen ellenében működik, megmerevíti a gazdasági szerkezetet. Ezzel szemben nagyon helyesen azokra a tömegekre, 10 milliókra koncentrálnak, akik kikerülnek a munkavilágából, akik jövedelem nélkül maradnának, anélkül, hogyha a költségvetés, a kormányzat nem támogatná őket.
Ebben is lehet, ha egy zárójeles megjegyzést tehetek, nekem úgy tűnik, hogy egy kicsit, mintha túl nagy vonalú lett volna már a Trump kormányzat is, és most a Biden csomag is egy kicsit túl nagy vonalúnak tűnik, hogy a hazai közönség értse, hogy mire gondolok. Nem elsősorban arra, hogy a munkájukat elvesztőknek havonta mekkora összeget biztosítanak. Ez az első időszakban heti 600 dollár volt, az is egy kicsit túl sok volt, mert ennek az lett a következménye, hogy a munkanélküliek 60-65%-a összességében a munkanélküli segély plusz ez a heti 600 dolláros kifizetéssel nagyobb jövedelemhez jutott, mint a válságot megelőzően a teljes foglalkoztatás mellett. Tehát ez egy kicsit eltúlzott. Most ebben korrekció lesz, mert 6 hónapon keresztül heti 400 dollárt fognak kapni a munkanélküli segély fölött az amerikai munkavállalók. Viszont akkor is és most is eltúlzott az, hogy minden olyan amerikai állampolgár, akinek évente 75 ezer dollár alatti a jövedelme, szívesen átszámítom forintra, ez nagyjából 21 millió forint évente, tehát havonta másfél, 1,7 millió forint, ami persze nem annyit jelent ott, mint itt, mondjuk azt, hogy kétszer olyan drága az Egyesült Államok, de hát akkor is azért ez azt jelenti, hogy mindenki, aki 75 ezer dollár, tehát 21 millió forint alatti éves jövedelemmel bír, kap egy egyszeri tavasszal 1200 dolláros csekket, most pedig egy 2000 dolláros csekket. Na most azt gondolom, hogy ez abban az értelemben eltúlzott, hogy azért ez olyan terhet tesz a költségvetésre, olyan mértékben növeli a költségvetési hiányt, amelynek az árát azért egyszer majd meg kell fizetni. És ez így nem... Tehát az szerintem értelmes meg rendben lenne, hogyha mondjuk nem 75 ezer dollárig, hanem az amerikai jövedelmeket, árakat figyelembe véve, mondjuk 30-35 ezer dollárig adnának egy egyszeri segélyt, de a 75 ezer dollár az már messze meghaladja Amerikában is az átlagos kereseteknek a színvonalát normál időszakban. Ennek ellenére most nagyon fontos az, hogy úgy tűnik, hogy esély nyílik arra, hogy egy újabb, nagyon nagy csomagot fogadjon el a kongresszus és a szenátus, ami rendkívül erős ösztönzést ad a gazdaság helyreállításának, amellett persze, hogy nagyon megnöveli az amerikai Egyesült Államok költségvetési hiányát. Az amerikaiak persze a mindennapokban tovább nyújtózkodhatnak, mint a többi ország, mégpedig azért, mert az amerikai gazdaságnak és ezért a gazdaságpolitikának van egy nagyon kivételezett helyzete, előnyös helyzete. Az amerikai gazdaság birtokában van az amerikai dollár, ami a világpénz szerepét is betölti. Ennek következtében a világpénz funkciók okán a világnak, ahogy bővül, növekedik a világgazdaság, egyre több pénzre van szüksége a világkereskedelem lebonyolításához. Ahhoz, hogy a világkereskedelem növekvő pénzigényét kielégítsék, ahhoz egyre több, bocsánat a leegyszerűsítésért, dollárt kell nyomtatni. Tehát az Egyesült Államok tulajdonképpen a világgazdaság bővülésének egy olyan kitüntetett kedvezményezetje, hogyha ő folyamatosan több dollárt költ, mint amennyi jövedelme van, azt egy bizonyos határig, nem a végtelenségig, de egy bizonyos határig a világ felszívja és jó néven veszi. Nos, ezért az amerikaiak tovább nyújtózkodhatnak folyamatosan, mint ahogy a takarójuk ér. Itt persze a mérték nagyon fontos. Ha ezt mértéktelenné tennék, akkor előbb-utóbb ez náluk is nagyon komoly problémákat okozhat. Egyelőre még nem tartunk itt, vagy úgy tűnik, hogy nem tartunk itt, és bizonyos szempontból Janet Yellen személye biztosíték arra, hogy addig fognak csak elmenni, ameddig ez az amerikai gazdaság és a világgazdaság szempontjából is egy elfogadható, tolerálható mérték. Úgyhogy azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy a Biden kormányzat valószínű adóemeléseket is végre fog hajtani. Elsősorban a nagyvállalatoknak az adószintjeit fogja emelni, illetve az adó kedvezményeket fogja csökkenteni. Valószínűnek tartom, és kívánatosnak is, hogy a legmagasabb jövedelműeknek a személyi jövedelem adószintjét is emeljék.
idézném itt Warren Buffettet, a világ harmadik, negyedik leggazdagabb emberét, aki nagyon korrekt, tisztességes módon nyilatkozta azt, hogy ő elfogadhatatlannak tartja, hogy az adózási rátája, a relatív adózási szintje neki lényegesen alacsonyabb, mint az ő keresetének az ezred részét kapó asszisztensének az adószintje. Tehát neki, a magas jövedelműeknek annyi adókedvezménye van, olyan mértékben le tudják vinni az adókat, hogy ilyen milliárdos, 100 milliós, milliárd dolláros éves jövedelem mellett az effektív adókulcsuk nincs 15-20%. Tehát ha ezt megemelik, ez szerintem a normál igazságérzettel is összhangban van, de a gazdaságpolitika, a gazdasági egyensúly szempontjából is hasznos, és azt a jövedelem differenciálódást, ami meglehetősen perverz módon alakult az elmúlt 30 évben, valamelyest elkezdi mérsékelni. Ön is említette már, hogy Kína, illetve az Egyesült Államok és Kína közötti pozícionálás, erőviszonyok alakítása meghatározó. Janet Yellen is utalt arra, hogy a kínai nemzetközi pénzügyi mahinációk, ahogy ha jól emlékszem, ő nevezte, feltétlenül nagy figyelmet érdemelnek. Valójában mi zajlik itt pénzügyi téren az Egyesült Államok és Kína, illetve hát Kína és a világ között? Az előző adminisztráció azt hiszem, hogy joggal mutatott rá arra, hogy Kína azt követően, hogy belépett a WTO-ba, a világkereskedelmi rendszerbe, és annak az előnyeit elkezdte élvezni, visszaélt ennek a rendszernek a működésével. Arról van szó, hogy miközben a világ összes országa, szinte vagy fontos országa kinyitotta, felszabadította a piacait a kínai áruk előtt, eközben ez aszimmetrikusan történt, féloldalasan történt, mert Kína ugyanezt nem teszi meg a szabad világországaival szemben. Másodszorban Kína abban is visszaélt ezzel a helyzettel, hogy a tilalmak ellenére, az általa aláírt és vállalt szerződések ellenére tovább folytatta azokat az illegális és versenyellenes exportvállalati és exporttámogatásokat, amelyekkel olyan versenyelőnyben hozza a kínai vállalatokat a külföldi piacokon, ami a fair, kiegyensúlyozott, egyenlő pályán folytatott versenyfeltételeket súlyosan sérti. Továbbá az is teljesen reális, hogy Kína azzal, hogy megnyíltak előtte korlátlanul a piacok, nem csak kereskedelmi előnyökre tett szert, hanem egész egyszerűen nem tartotta tiszteletben azokat a licenszeket, kutatási eredményeket, tudományos eredmények védelmét, amelyekről nemzetközi szerződések szólnak. Magyarul ellopta azokat a tudományos eredményeket, amelyekért fizetni kellett volna, ha és a birtokosa ezt el akarja adni. Továbbá az is teljesen igaz, hogy miközben Kína szinte korlátlanul az elmúlt egy-két évig vásárolhatott gyárakat, üzemeket, eszközöket a világban, ugyanezek a feltételek egyáltalán nem biztosítottak Kínában, tehát hogyha egy magyar, amerikai, német, francia, orosz, stb. Cég akar bemenni Kínába, rengeteg olyan akadállyal kerül szembe, adminisztratív akadállyal, engedélyezéssel, ami megakadályozza, hogy ő hasonló ellátásban részesüljön, hasonló kezelésben, mint a másik oldal. Most ebből a szempontból a Trump kormány helyesen helyezte ezeket a kérdéseket előtérbe.
a problémákat abszolút reálisan jelölte meg, egyet kivéve az árfolyam, a renminbi vagy yuan árfolyamának a manipulálása, az azt hiszem, hogy nem állja meg a helyét abból, amit a Trump kormány mondott, de az összes többi, amelyekről az előbb beszéltem, az egyértelműen igazolható, és indokol egy váltást a Kínával szemben gazdasági kapcsolatokban. Nos, ebből a szempontból a Biden jelen adminisztráció valószínűleg folytatni fogja a Trump által megkezdett politikát, de nem azokkal az eszközökkel. Tehát az nyilvánvalóan azt hiszem, hogy bumeráng hatású, amit a Trump adminisztráció csinált, hogy tudnék a szabad kereskedelemmel szembe menve fűfa virágra prohibitív vámokat vetett ki. Ezek a vámok és az amerikaiaknak sem jó. Egyrészt azért, mert hogyha ezek érvényesülnek, ezek a vámok, akkor ez azt jelenti, hogy az amerikai termelés és az amerikai fogyasztás drágábbá válik, mert valakinek meg kell fizetni ezeket a vámokat. Úgyhogy lehet, és nem igaz az sem, hogy ez önmagában javította volna a kereskedelmi egyensúly hiányt, ami Kína és az Egyesült Államok között van. Ez olyannyira nem történt meg, hogy az elmúlt két évben a prohibitív büntetővámok ellenére nőtt a kínai kereskedelmi többlet az Egyesült Államokkal szemben. Úgyhogy ez biztos nem a megfelelő módszere annak, hogy a kínai gazdaságpolitikát jobb belátásra kényszerítsék, magyarul arra, hogy Kína betartsa azokat a szabályokat, amelyeket a világon minden komoly ország önként vállalva, szerződésekben rögzítve betart. Úgyhogy azt hiszem, hogy itt továbbra is lesz küzdelem, nem oly módon, ahogy ezt Donald Trump kormányzata csinálta, ami sem nem volt hatékony, sem nem volt gazdaságilag racionális. De az tény, hogy valamilyen tárgyalásokkal, akár kényszerítéssel el kell érni, hogy ugyanolyanok legyenek a befektetési feltételek Kínában, mint Európában és az Egyesült Államokban. El kell érni azt, hogy a kínai export ne részesüljön meg nem engedett állami támogatásban, mert az azokat a vállalatokat hozza lehetetlen helyzetbe, akik tisztességes versenyben óhajtanak helytállni. Fel kell lépni az ellen, hogy a kereskedelmi forgalomban is diszkriminatívan kezeljék, nem feltétlen vámokkal a Kínába irányuló exportot. Fel kell lépni az ellen, hogy a know-how licensz lopás tovább folytatódjon. Úgyhogy ezek nagyon reális felvetések, de nyilvánvalóan új eszközöket kell találni, többek között például a kimerítő és hosszadalmas nehézkes tárgyalások útját. Amikor legutóbb vendégünk volt, akkor Christine Lagarde asszony még csak készült arra, hogy elfoglalja pozícióját az Európai Központi Bank élén, azóta ez nyilvánvalóan már több hónapja megtörtént, és az Európai Központi Banknak nagyon jelentős szerepe van abban, hogy Európában ezt a nagyon komoly, többszintű, több összetevős válságot tudják kezelni a tagországok együtt is, meg egyenként is. Ön hogy látja, miként működik az Európai Központi Bank, mennyire hatásosak az eszközei? Miközben a tavalyi évet egy kifejezetten rossz emlékezetű esztendőként fogjuk számon tartani, nagyon fontos azt hiszem az, hogy az Európai Unió ismét bizonyította, hogy válsághelyzetben, kényszerhelyzetben, nagy nyomás alatt képes történelmi mértékű, léptékű, pozitív döntéseket hozni. Ráadásul 2020-ban nem csak az Európai Központi Bank, de az Európai Bizottság is, az Európai Unió egésze is szemben a 2008-9-es pénzügyi válsággal rendkívül gyorsan hozott
korábban elképzelhetetlen, példátlan döntéseket. Ebben az Európai Központi Bank is nagyon-nagyon jól szerepelt. Emlékeztetnék arra, hogy az Európai Központi Bank a 2008-9-es válságot követően leghamarabb 2014-15-ben hozott olyan fontos új döntéseket, nem ortodox döntéseket, amelyek szükségesek voltak. Tehát egy 4-5 év késése volt az Európai Központi Banknak. Ezúttal azt kell mondanom, hogy nem úgy késése nem volt, azonnal és pragmatikusan reagált a helyzetre. Eltörölte az Európai Bizottsággal egyetemben, eltörölték a fiskális korlátokat, eltörölték azokat a korlátokat, amelyek az Európai Központi Bankot korábban megakadályozták abban, hogy megfelelő mennyiségű állampapírt vásároljanak, ami a megugró, szükségképpen megugró költségvetési hiány finanszírozását nem csak hogy lehetővé tette, hanem csökkenő kamatlábak mellett tette lehetővé, tehát sokkal olcsóbban, mint korábban. Nagyon fontos, hogy nem csak állampapírokat vásárol az Európai Központi Bank, hanem másodpiacon vállalati kötvényeket is vásárol, azaz a bankrendszer számára egy pillanatig sem volt likviditás hiány a válság során, szemben a 2008-9-et követő időszakokkal, aminek az a következménye, hogy az európai hitelpiacon nem csökkentek a hitelkihelyezések, annak ellenére, hogy a válság tombolt az elmúlt hónapokban. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy az Európai Központi Banknak komoly, pozitív szerepe van abban, hogy az Európai Unióban, a monetáris unióban a munkanélküliség viszonylag mérsékelten emelkedett ebben a nehéz időszakban. Fontos szerepe van annak abban, hogy a kamatok nem szálltak el, ami nem csinált további recessziót, további gazdasági válságot. Fontos szerepe van annak, hogy egy olyan hátteret tudott biztosítani az összes kereskedelmi banknak, amiben a kereskedelmi bankok nyugodtan, előreláthatóan, kiszámíthatóan tervezhették, működtethették a saját tevékenységüket. Hozzájárult ahhoz, hogy az Európai Unióban is széles körben, monetáris unióban is moratóriumot adtak azoknak, akik kérték a moratóriumot, és magyarul egy fizetési haladékot adtak nekik, ami szintén hozzájárult a válság mélységének az enyhítéséhez. Hozzá kell tennem azt is, hogy nagyon fontos az, hogy az a tény, hogy az Európai Központi Bank nagy erővel a Federal Reserve-höz hasonlóan elkezdte vásárolni a nemzeti kötvényeket, tehát a francia, olasz, spanyol, portugál, görög, stb. Nemzeti kötvényeket. Ez azt jelenti, hogy a megugró költségvetési hiányokat nem a piacra, a szabad piacra öntötték rá, hanem a központi bank eszközein keresztül finanszírozták, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy ugyan a teljes államadósság sajnos nagyon erősen megnövekedett az Európai Monetáris Unióban is, de ennek a növekménynek lényegében a 80-90%-át nem a piac finanszírozza, hanem a központi bank. Tehát nem a piaccal szemben adósodott el az olasz, francia, német, stb. Kormány, hanem a központi bankkal, és mint ilyen, ennek a kockázati profilja egészen más, mint hogyha magánszemélyekkel, befektetési alapokkal, bankokkal szemben adósodott volna el. Ugye a beszélgetés elején röviden jeleztem, hogy azok a fő változások, amelyekre kérem, hogy reagáljon, azok az Egyesült Államokban az elnökválasztás, illetve az új elnök beiktatása, a Brexit megvalósulása, a vakcina beadásának a tömeges megkezdése. Hogyha az ember hallja a híreket, akkor érzékeli, hogy ezek fontosak. De ha mondjuk ül otthon, Pest-Erzsébeten, Soroksáron, Kőbányán, Mátészalkán, Debrecenben, Győrben, akkor vajon mit jelent az egyes ember számára a mi fertájunkon mindez?
Magyarország szempontjából is természetesen alapvető. Abból indulnék ki, hogy Magyarország egy kicsi és nyitott gazdaság. Ez azt jelenti, hogy a világméretekben ez a nem egészen 10 milliós piac nagyon pici. Ugyanakkor a nyitottságunk okán nagyon nagy az aránya a magyar nemzeti össztermékhez képest az exportnak is és az importnak is. Nos, ahhoz, hogy Magyarország fejlődni tudjon, haladni tudjon, növekedni tudjon, az életkörülmények javuljanak, a bérek, a reáljövedelmek emelkedjenek, hogy jobban éljünk, abban az elképzelhetetlen anélkül, hogy a világgazdaság, a körülöttünk lévő világgazdaság jól fejlődjön, jó ütemben fejlődjön. Az a tény, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok is a körülményekhez képest azt gondolom, hogy egészen jól kezelte a válságot, elkerüli valószínűleg azt a visszaesést, ami egy ortodox válságkezelés mentén bekövetkezett volna, és talán lehet abban reménykedni, hogy ebben az évben, a jövő év közepéig talán visszatér a termelés, a jövedelem a világban a válság előtti szintre. Ez azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, hogy visszatérjünk egy-másfél év alatt oda, ahol a válság előtt voltunk. Egy megfelelő európai válságkezelés nélkül. A válságkezelésbe beértem nem csak a gazdasági oldalát, hanem az egészségügyi válság megfelelő kezelése nélkül. Tehát például az, hogy ugyan okkal panaszkodunk, hogy nem elég gyors az oltás, a beoltottság Európában, Amerikában sehol nem elég gyors egyébként. De az a tény, hogy fél év alatt, lényegében 3/4 év alatt elképesztő gyorsasággal kifejlesztették ezeket a vakcinákat, és ma már azért tömegével kezdik gyártani. Ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a gazdaság helyreálljon, elengedhetetlen feltétele annak, hogy ez a szörnyű válság, és ennek nyomán az a felfoghatatlan emberi veszteség, ami érte a világot, benne Magyarországot is, véget érjen. Tehát azt tudom mondani, hogy ha a világ a vakcinakutatásban, az oltóanyaggyártásban, a gazdasági válság kezelésében nem tudott volna ilyen pragmatikusan, gyorsan és hatékonyan lépni, akkor ennek a válságnak az emberi áldozatai most az ember életben is, és az élet színvonalban is messze-messze meghaladta volna a 29-es gazdasági válságnak a mélységét. Ehhez képest most ilyen óvatos optimizmussal talán azt lehet mondani, hogy Magyarország felől is nézve, hogy 2021 végére, 22 közepére visszaállhat a jövedelem szint, talán a foglalkoztatási szint is a 2019-esre, és akkor utána már, ez persze ennek az a feltétele, hogy az oltottsági szint elérje azt a kritikus tömeget, ami mellett már azokat az adminisztratív gazdaságkorlátozásokat föl lehet oldani, amelyek azért jelenleg még érzékelhetően és érzékenyen befolyásolják a gazdasági teljesítményt is. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy egy kérdésről nem beszéltem, a klímaváltozás elleni küzdelemről. Talán ez a válság abban segíteni fogja a világot, hogy a utcán és az emberek és a politika csinálók is ráébredjenek arra, hogy a klímakérdés középpontba helyezése nélkül nem lehet a jövőben hatékonyan sem javítani az életkörülményeket, de még tovább mennék, valószínű, hogy nagyon sok szakember azt mondja, hogy maga ez a vírus is, ez a járvány is részben annak a következménye, hogy az emberiség nem helyezett kellő figyelmet a környezet védelmére, a környezet ápolására.
Tehát talán egy olyan irányban fog elmenni a világ, és ebből a szempontból Joe Biden megválasztása a legjobbkor jött, mert hogy a Trump ebből a szempontból az egyik legnagyobb kártevő volt az elmúlt évtizedekben. Joe Biden viszont és kormánya elkötelezett abban, hogy a környezeti feltételeket a gazdaságpolitikájának, társadalompolitikájának a középpontjába helyezi. Európában ez nem kérdés, mert a franciáktól a németekig mindenhol ma már szerencsére nagyon nagy súlyt helyeznek a környezeti kérdésekre, és csak olyan fejlesztési pályát, fejlődési pályát támogatnak, ami ezt javítja. Tehát összefoglalva azt mondanám, hogy Magyarország szempontjából nagyon fontos és kedvező változásokat látunk. Ezek nélkül itthon még sokkal nagyobb terheket jelentene a válság, miközben az a határozott véleményem, hogy Magyarország annak ellenére, hogy formailag rendkívül sok pénzt fordított a válság kezelésére, ennek a pénznek a felhasználása, a hatékonysága az alacsony szintű. Arra a tapasztalatára bazírozok most a következő kérdéssel, amit kereskedelmi banki vezetőként szerzett éveken át, hogy tudnék a mi számunkra, ügyfelek számára azok, amikről itt beszéltünk, ezek a makro folyamatok, ezek értelmezhetők, hogyha van segítségünk, mint amit ad nekünk, de voltak éppen dolgunk igazából a kereskedelmi bankokkal van. Kereskedelmi banki gondolkodási mechanizmussal hogy viszonyulnak vajon a pillanatnyilag fungáló bankvezetők mindehhez a helyzethez, tehát ők ugye közöttünk vannak, meg például mondjuk a központi Európai Központi Bank között. Azt a jó hír az az, hogy szemben a 2008-9-es pénzügyi válsággal, aminek persze a gyökerei jelentékeny részben a pénzügyi rendszerhez kapcsolódtak, most pedig a válság gyökere az egy külső tényező, egy egészségügyi járvány váltotta ki, tehát más a kiinduló pont. De szemben a 2008-9-es válsághoz képest sem Európában, kiváltképp Magyarországon nem következett be olyan hitelszűkítés, olyan hitelszűkülés, amit akkor tapasztaltunk. Magyarországon 2009-től 2015 végéig minden évben csökkent a bankrendszer által nyújtott hiteleknek az összege. Tehát már jóval túl voltunk, távolodtunk a válságtól, még mindig csökkentek a hitelek, az elérhető hitelek, és elég drágák is voltak őszintén szólva a gazdaság szereplői számára. Jelenleg Magyarországon a helyzet az, hogy a hitel növekedési üteme, ami a válság előtt, tehát 2017-18-19-ben, véleményem szerint indokolatlanul túl gyors volt, tehát megint ilyen 15-16%-kal nőttek évente a hitelek. Ez a hiteldinamika, ez természetesen megtört. A tavalyi évben a hitelek állománya annak ellenére is körülbelül ennek a harmadában nőtt, tehát 5-6%-kal, hogy eközben Magyarországon is a hitelek törlesztését jelentékeny körben felfüggesztették. Ha ez a hiteltörlesztés felfüggesztés nem történik meg, akkor nyilvánvalóan nem növekedett volna a hitelállomány tavaly. De azt kell mondanom, hogy még ez a stagnálás körüli szint is lényegesen kedvezőbb, mint 2009 és 15 között az évi 8-10-15%-os hitelállomány mérséklődés. Emellett az is fontos, hogy mindenféle eszközökkel az következett be, az én nézésem szerint még túlzottan is, hogy a hitel kamatok is inkább csökkentek, mint emelkedtek ebben az időszakban, ami azt hiszem, hogy abból a szempontból helyes és jó, hogy a válság mélypontján
nem célszerű növelni a hitelfelvevők terheit, ha lehet, akkor enyhíteni kell, ez idáig rendben van. De itt olyan hitel kondícióváltozások történnek, amiben a Nemzeti Bank 5-10 évre ad olyan eszközöket a bankrendszer kezébe, amiben 5-10 évre fixálja rendkívül alacsony szinten a kamatokat. Na most én nagyon remélem, hogy 5-10 év horizontján a gazdaság fel fog lendülni, és a gazdaság fellendülésével visszaállnak a pénzügyi folyamatok is a maguk normalitásába, normális medrébe, ami azt jelenti, hogy a kamatok is normalizálódnak és emelkedni fognak. Na most ez viszont azt jelenti, hogy mint hogy a Nemzeti Bank áll ezeknek az alacsony kamatok, áll ezen alacsony kamatok mögött, ez a Nemzeti Bank mérlegében komoly kamatveszteségeket fog okozni, amit a nap végén az adófizetőknek, minnyájunknak kell fizetni, és nem biztos, hogy ennek az elosztása, vagy biztos, hogy benne, hogy társadalmilag igazságtalan. Tehát ugye arra szeretnék utalni, hogy ma nagyjából 4% körüli a termelői szférában, a gazdasági szférában az éves infláció. Ehhez képest tömegesen lehet hitelhez jutni 1-2%-os kamatok mellett, ami azt jelenti, hogy a reál kamat, tehát az inflációhoz képest a kamat negatív. Tehát aki hitelt vesz föl, az kifejezetten támogatott, kifejezetten komoly jövedelem transferben részesül, ami mondom, egy válság idején, ha jó irányba mennek a hitelek, ez egy fontos ha megfelelő helyekre mennek ezek a hitelek, akkor ez célszerű és észszerű. De amikor kijövünk a válságból, és még akkor is 2-3% körül maradnak ezek a kamatok, és akkor is adja a transfert a magántulajdonos, a magánvállalkozó zsebébe, annak árán, hogy a Nemzeti Bankban veszteség keletkezik, amit viszont nem a hitelfelvevő, az adós fizet, hanem a társadalom egészének kell megfizetnie, ezt nem tartom szerencsésnek. Tehát itt olyan eszközöket kellett volna alkalmazni, ami átmenetileg, amíg a válság tart, egy ilyen támogatásban részesíti a gazdasági szférát, de utána nem feltétlenül. Annál is inkább, mert hozzá kell tennem, hogy több százezer olyan magyar család van, aki vagy elveszítette a munkáját, vagy részmunkaidőben tud csak dolgozni. Ebbe beleértem azokat a kisvállalkozókat is, akik kénytelenek voltak a redőnyt lehúzni, és jövedelem nélkül maradnak. Ezek nem, vagy alig kaptak valami támogatást a horribilis költségvetési hiány ellenére, és a támogatások jelentős része, túlnyomó többsége olyan helyekre megy, amelyek közép-hosszú távon nem járulnak hozzá a gazdaság növekedéséhez, korszerűsítéséhez, versenyképességének javulásához, hanem egész egyszerűen az az érzésem, hogy magánzsebeket gazdagítanak. Köszönjük szépen! Reméljük legközelebb is lesz lehetőségünk az ön véleményét, értékelését kikérni a fejlemények során, úgyhogy jó egészséget, minden jót továbbra is! Köszönöm szépen a meghívást!